1956-os forradalom és szabadságharc 63. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség és ünnepi közgyűlés valamennyi résztvevőjét itt a Városháza dísztermében és odahaza a televízió képernyők előtt. Külön köszöntöm dr. Popdiákonik Péter urat, a helyi választási bizottság elnökét. Dr. Nemény András urat, Szombathely megyei jogú város polgármesterét. Köszöntöm a megválasztott képviselőket és minden meghívottat. Külön tisztelettel köszöntöm városunk korábbi polgármestereit. Dr. Puskás Tivadar urat, dr. Ipkovics György urat, dr. Szabó Gábor urat és a rendszerváltás utáni első polgármester Wagner András családtagjait. Kérem önöket, hogy a Kanizsai Dorottya gimnázium kórusával együtt énekeljük el a himnuszt. Karnagy Kocsisné Körmendi Klára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szombathely megyei jogú város önkormányzatának alakuló közgyűlése következik. Felkérem dr. Nemény András urat, Szombathely megyei jogú város polgármesterét, hogy nyissa meg az ünnepi alakuló közgyűlést. Tisztelettel köszöntök mindenkit, az ünnepi alakuló közgyűlést ezennel megnyitom. Felkérem dr. Popdiákonik Pétert, a helyi választási bizottság elnökét, hogy az önkormányzati választások eredményét is feltesse. Parancsolom. Tisztelt polgármester úr, tisztelt megválasztott képviselők, meghívottak és Szombathely polgárai. A köztársasági elnök úr 2008/2019 köztársasági elnöki határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019 évi általános választását 2013. október 13 napjára tűzte ki. Ezt követően 43 képviselőjelölt és 3 polgármesterjelölt kérte a helyi választási bizottságtól nyilvántartásba vételét. Tekintettel arra, hogy valamennyi képviselőjelölt összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást, ezért őket a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 50-es törvény 10. szakasz 1 bekezdése értelmében a 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. Miután 3 jelölő szervezet tudott az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állítani, így 3 kompenzációs listát vett a bizottság nyilvántartásban. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019 évi általános választáson
azonokból, hogy a jelölő szervezet nem adta át a törvényi határidőn belül a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet a választási irodának, egy alkalommal szabott ki bírságot a helyi választási bizottság. Szombathely megyejogú város helyi választási bizottságához a választás lebonyolítása során kifogás nem érkezett. 2019. október 13 napján a névjegyzékben mindösszesen 62.831 választópolgár szerepelt, ezek közül 34.906 választópolgár jelent meg a szavazáson. 14 egyéni választókerületben és ezen belül 69 szavazókörben zajlott a szavazás. A szavazókörökben dolgozó szavazatszámláló bizottságok a szavazóhelyiségek lezárását követően a választási eljárásról szóló 2013 évi 36-os törvény előírásai alapján elvégezték a szavazatok megszámlálását, és megállapították a szavazóköri eredményeket, aminek a szavazóköri jegyzőkönyvekben rögzítettek külön a polgármester választás, külön az egyéni választókerületi képviselők választása vonatkozásában. Ezt követően a helyi választási bizottság a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján összesítette a polgármester választás szavazóköri eredményeit, és a 107/2019 HVB számú határozatában megállapította, hogy a polgármester választás eredményes volt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 50-es törvény 12 szakasz 2 bekezdése értelmében polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az összesített szavazati eredmények alapján a legtöbb érvényes szavazatot, 16.762-t dr. Nemény András, az Éjjel Szombathely Egyesület Momentum... Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Mindenki Magyarország a Mozgalom polgármester jelöltje kapta, itt Szombathely megyejogú város megválasztott polgármestere dr. Nemény András lett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 50-es törvény 14. szakasza kimondja, hogy az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az egyéni választókerületekhez tartozó szavazóköri eredményeket összesítve az alábbiakról számolok be. Szombathely település 14 egyéni választókerületében a választás eredményes volt. Az egyéni választókerületekben a legtöbb szavazatot az alábbi képviselők kapták. Az Ilyen Szombathely Egyesület, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Mindenki Magyarország a Mozgalom jelöltjeként. A 2-es számú egyéni választókerületben Bokányi Adrián, a 3-as számú egyéni választókerületben dr. Horváth Attila, a 4-es számú egyéni választókerületben Horváth Soma Ádám, a 6-os számú egyéni választókerületben Kopcsándi József, a 7-es számú egyéni választókerületben Puc Attila András, a 9-es számú egyéni választókerületben Kelemen Krisztián, a 13-as számú egyéni választókerületben Németh Ákos és a 14-es számú egyéni választókerületben Tóth Kálmán. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt jelöltjeként az 1-es számú választókerületben Horváth Gábor, a 8-as számú egyéni választókerületben dr. Takásné dr. Tenki Mária Magdolna, a 10-es számú egyéni választókerületben Sátori Károly, a 11-es számú egyéni választókerületben dr. Kecskés László István és a 12-es számú egyéni választókerületben Ágernő Péter. Független képviselőjelöltként az 5-ös számú egyéni választókerületben dr. Ceglédi Csaba Adrián. A választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése értelmében a helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéből kiállított jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs lista választás eredményét. Tájékoztatom közgyűlést, hogy sem a polgármesteri, sem az egyéni választókerületi eredményt megállapító helyi választási bizottsági határozat ellen nem nyújtottak be fellebbezést, így a bizottság 2019. október 17 napján megállapította a kompenzációs listás választás eredményét. Szombathely településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 5-ös törvény 5. szakasz 2. bekezdés D-pontja értelmében a mandátumok száma 14 választókerületi és 6 listás mandátum. A jogerős választókerületi eredmény jegyzőkönyvek alapján számított eredmény az alábbiak szerint alakul.
A nyilvántartásba vett három kompenzációs lista, az alábbi, listán az alábbiak szerint szerzett mandátumot, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 3 mandátumot, az ilyen Szombathely Egyesület, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd, Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Mindenki Magyarország a Mozgalom 2 mandátumot, a Proszavária Egyesület, Szombathely 1 mandátumot. A kompenzációs listán megválasztott képviselők ennek alapján a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt részéről dr. Balázsi Péter lemondása következtében a jelölő szervezet bejelentése alapján Lendvai Ferenc, Illés Károly és dr. Melega Miklós. Az ilyen Szombathely Egyesület, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd, Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Mindenki Magyarország a Mozgalom részéről dr. László Győző és Szuhai Viktor Zsolt, míg a Proszavári Egyesület Szombathely részéről Molnár Miklós. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy dr. Balázsi Péter a közgyűléshez címzett írásbeli nyilatkozatával 2019. október 22. napján a képviselői mandátumáról lemondott, és az őt jelölő szervezet ugyanezen a napon eljuttatott írásbeli nyilatkozatával az így megüresedő helyre a listáról Lendvai Ferencet jelentette be. Arról is tájékoztatom a tisztelt közgyűlést és a jelenlévőket, hogy Lendvai Ferenc képviselő részére történő mandátum kiosztás tárgyában meghozott helyi választási bizottsági döntés még nem jogerős, így részére a megbízó levelet a döntés jogerő emelkedését követő 3 napon belül adom át, azaz hétfőn. Polgármester úrnak és a megválasztott önkormányzati képviselőknek gratulálok, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. És végül, ez nincs a beszámolóba, de a soraimat Lawrence Lessing amerikai jogtudós szavaival szeretném zárni, és ennek szellemében szeretnék eredményes munkát kívánni az új közgyűlésnek. Ez a mondás nekem nagyon tetszik, úgy szól. A demokrácia sosem csupán a választásokról szólt. A demokrácia azt jelenti, hogy a nép kormányoz, de a kormányozás valamivel többet jelent, mint pusztán választásokat. Hagyományaink szerint azt is jelenti, hogy érvekkel alátámasztott vitákon át történik a kormányzás. Ennek szellemében kívánok önöknek eredményes munkát városunk érdekében. Köszönöm szépen! És uraim, a megbízó levelek átadására kerül sor. Elsőként dr. Nemény András polgármester úr veszi át. És következzenek az önkormányzati képviselők. Ágernő Péter. Bokányi Adrián. Dr. Ceglédi Csaba Adrián. Dr. Horváth Attila. Horváth Gábor. Horváth Soma Ádám. Illés Károly Roland. Dr. Kecskés László István.
Kelemen Krisztián. Kopcsándi József. Dr. László Győző. Dr. Melega Miklós. Molnár Miklós. Németh Ákos. Puc Attila András. Sátori Károly. Szuhai Viktor Zsolt. Dr. Takásné dr. Tenki Mária Magdolna. Tóth Kálmán. Elnök úr, köszönjük szépen! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvényben foglalt szabályoknak megfelelően a képviselők eskütételére kerül sor. Felkérem dr. Nemény András polgármester urat, hogy mondja elő az esküszövegét. Kérem a képviselőket, hogy mondják utána az esküszövegét, az én után értem, szövegét mindenki a saját tennét mondja. A végén az Isten enged úgy segélyet is fogom mondani, kiki lelkiismerete szerint tegye hozzá, vagy tegye hozzá. Én becsületemben és lelkiismeretemben fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Szombathely Megyei Város. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíteni.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt egybegyűltek! A következő percekben az esküokmány aláírására kerül sor. Kérem a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után először ők, majd polgármester úr, lássák el kézjegyükkel az esküokmányokat. Ágernő Péter. Bokányi Adrián. Dr. Ceglédi Csaba Adrián. Dr. Horváth Attila. Horváth Gábor. Horváth Soma Ádám. Illés Károly Roland. Dr. Kecskés László István. Kelemen Krisztián.
Kopcsándi József. Dr. László Győző. Lendvai Ferenc. Dr. Melega Miklós. Molnár Miklós. Németh Ákos. Pucz Attila András. Sátori Károly. Szuhai Viktor Zsolt. Dr. Takásné, dr. Tenki Mária Magdolna.
Tóth Kálmán. Felkérem dr. Nemény András polgármester urat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvényben és a Szombathelyi megyejogú város szervezeti és működési szabályzatáról szóló 34/2014-es számú rendeletében foglalt szabályoknak megfelelően a közgyűlés előtt tegye le a polgármesteri esküt. Kérem Horváth Soma Ádám képviselő urat, mint a legfiatalabb képviselőt, hogy a polgármesteri eskü szövegét olvassa elő. Én nem egy adás. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Szombathely megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Az eskü okmány aláírására kerül sor. Kérem polgármester urat, majd képviselő urat, hogy lássák el, kézjegyükkel az okmányt. Tisztelt ünneplők, hölgyeim és uraim! Az ünnepi alakuló közgyűlés ezzel véget ért, de ünnepségünk természetesen még folytatódik. Tájékoztatom önöket, hogy az 1956-os forradalom szombathelyi emlékének ápolása érdekében kifejtett több évtizedes munkásságáért dr. Nemény András polgármesteri díszoklevelet adományozott Lechner Ferencnek, az 56-os szövetség országos elnöksége tagjának. Ennek átadására ma délelőtt került sor. Köszönjük a munkát és gratulálunk! Hölgyeim és uraim, ünnepi műsorunk következik. Thank you.
Tudd meg, szabad csak az, kit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, s embernek nézi azt is, aki pont. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemében húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt. Többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság, ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb, s lakat, az sose rab, ki lelkében szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. Hogy mindazt, amiért más robotolt, magad javára letarold. Mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság az nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, a napsugár, a tavasz, mint a virág, mely dús kelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy. Te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Mondd, meddig él, ki soká élhet? Pár évtized az élete. Tesz-vesz, nyűglődik, forgolódik, s lejár, mint az óra kereke. Hallgass, te szent, tüzes igékre. Fejed felett a csillagok. Itt börtönödnek bársonyéje. Lámpásod odafent ragyog. Lámpásod eszó, szabadság. És ez a szó a te csillagod. Verembe lépsz, sírod gödrébe, ha lámpásodat elhagyod. Ó, szabadság, te érted halni,
ha élni nem lehet veled. Hagyd börtönöd, s szaladj az égre, s örökké tart majd életed. Ez volt a hited, a szent, a nagy eszmete sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rúzság. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. Thank you.
Az imént látott műsort az Agora Szombathelyi Kulturális Központ munkatársai állították össze. Heltai Jenő Szabadság című versét Balogh János, Gazdag Erzsi Ifjúság, Te vagy a csillagunk című költeményét Jámbor Nándor adta elő. Mindketten a Szombathelyi Vörös Sándor Színház művészei. Kis Márton zongora művész előadásában felcsendült Beethoven Egmont Nyitányának parafrázisa, és elhangzott Demjén Ferenc a Szabadság Vándorai című dala, melyet Nagybakonyi Boglárka, Holdosi Attila, Kis Márton és a Kanizsai Dorottya gimnázium kórusa adott elő. Tisztelt ünneplő közönség, ünnepi beszéddel folytatjuk. Felkérem dr. Nemény András urat, Szombathely megyei jogú város polgármesterét, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt szombathelyiek! 1990. október 23-a Szombathelyen kétszeresen is a szabadság napja volt. Szabadon ünnepelhettük az 56-os forradalom helyi és országos hőseit, és ünnepelhettünk egy szabad várost, amely több évtized felülről történő irányítás után végre megtehette első önálló lépéseit. Aznap Wagner András, városunk rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármestere állt itt, ahol most én. Tele volt tervel, reménnyel, hittel, és én biztos vagyok benne, hogy kétségekkel is. Egy üres, egy tiszta lapra kellett írnia. Nem kevesebbet, mint Szombathely következő éveinek történetét, történelmét. Abban az időben mindenki kereste a helyét. Minden új volt. Minden ajtó és ablak egyszerre nyílt meg a sötét házban. Vakító lehetett a fény. Ilyenkor szinte lehetetlen jól, lehetetlen tisztán látni, különbséget tenni a fontos és a lényegtelen dolgok között az őszinte segítők és az érdekből dörgölődző percemberek között. Polgármesterként is nehéz lehetett megmaradni ugyanannak az embernek, aki előtte volt. Wagner Andrásnak mégis sikerült. Kedves, derűs emberként ismertem én magam is, akinek mindenkihez volt egy-egy jó szava. A város pedig sok más mellett neki köszönheti a Claudius Ipari Parkot, a korai fejlesztőközpontot és a 86-87-es út Szombathelyi elkerülő szakaszát. Tragikus halála után a városunk 10 polgára, akinek emlékét, gondolatait mindig őrizni fogjuk. 1998-ban már Szabó Gábor köszöntötte az ünneplőket. Sok év távlatából úgy látom, hogy Gábor az élmények városában hitt. Örökül is hagyott számunkra több olyan új színfoltot, amit ma is szombathelyiek sokasága használ. De a turisztikai jelentőségük miatt még külföldről is jönnek megcsodálni. A szombathelyi tófürdő a térség legnagyobb, legszínvonalasabb strandja lett, míg a kalandváros játékait a legtöbb városi gyerek kipróbálta már. Az újraindított Szavária történelmi karnevál pedig városunk védjegye lett. 2002. október 23-a után Ipkovics Györgynek volt lehetősége bizonyítani, hogy 12 év képviselősei után készen áll a városvezetésre. Bizonyított is. Talán sokaknak furcsa, hogy pont egy baloldali polgármesterről gondolom, hogy az ő szombathelye a szó legjobb értelmébe vett polgári város volt. A hagyományok és a történelem tiszteletére alapult, a kultúra, a sport és a virágok városa lettünk. Azóta van szép főterünk, van színházunk, oszlopokkal, és megépült az Ízeum, a kosárlabda szurkolók pedig elfoglalhatták az Aréna Szaváriát. 2010-ben Puskás Tivadar kezdte meg mindmáig leghosszabb ideig tartó polgármester éveit. Munkát és becsületet ígért, és az biztos is, hogy becsülettel végig dolgozta mind a 9 évet. Szabadságon alig volt, a hétvégéit is a városnak áldozta. Az ő munkájának a megítélése számomra a legkönnyebb és a legnehezebb feladat, hiszen az utolsó 5 évben ellenzéki képviselőként, frakcióvezetőként később ültem vele szembe. Sok mindenben nem értettünk egyet,
más dolgokat tartottunk fontosnak, de abban sosem kételkedtünk, hogy mindketten Szombathely javát akarjuk szolgálni. Nem is az én dolgom véleményt mondani. Megteszi azt például az a sok ezer szombathelyi, akik részt vettek az általa indított segítésvárosa programban. Neki köszönhető, hogyha valaki az országban rosszul lesz és újraélesztésre szorul, akkor az első kérdés után van-e orvos a közelben, a második az, hogy van esetleg valaki Szombathelyről. Jó pár család neki köszönheti, hogy nem vesztette el közeli hozzátartozóját. Kell ennél több. De fontos értékteremtő ötlet volt az identitásprogram és a születések fájának ültetése. Ígérem, hogy egyiket se fogjuk hagyni kiszáradni. A mai napon én állok itt Szombathely újkori történetének 5. polgármestereként. 1990. október 23-án még épp csak megkezdtem a középiskolát a Nagy-Lajos gimnáziumban. A városi politikáról annyit tudtam, hogy a német tanárom a polgármester felesége, a matek tanárom pedig egy ellenzéki képviselő. És hogy bár nem ugyanazt gondolják a világról, de mindketten nagyon jó tanárok. Igaz ez a felsorolt polgármesterekre is. Nagyon jó tanárok voltak. Köszönet jár érte. De köszönet jár valamennyi városlakó nevében is az elvégzett munkáért. És ha néha hibáztak is, köszönet jár a város feltétel nélküli szeretetéért. Tisztelt szombathelyiek! Szombathely 10 nappal ezelőtt újra választott. Még soha ennyi szavazatot polgármester nem kapott, mint amivel megtiszteltek a választók. Nagyon köszönöm. De az is igaz, hogy bármelyik korábbi választáson a második helyezett Balázsi Péter is rekorder lett volna. Mit jelent ez? Hatalmas legitimációt és óriási felelősséget. Legitimációt, hogy véghez vigyem azt a programot, amit meghirdettem, és felelősséget, hogy minden szombathelyi polgármestere legyek. 9 év ellenzéki lét után pontosan tudom, hogy milyen nagy lehet a csalódottság a most vesztes oldalon. Ezt csak úgy lehet eloszlatni, ha a csapatommal bizonyítjuk, hogy a mai eskütétel után nincsenek többé győztesek és vesztesek, csak városukat szerető, Szombathelyért mindent megtenni akaró képviselők és polgármester. Itt és most megígérem, hogy polgármesterként nem fogok különböztetni képviselők, sem az általuk képviselt körzetek között. Célom, hogy Szombathely minden részén ugyanazt a magas színvonalú életnézőséget biztosítsuk mindenkinek. Mindent ennek rendelek alá. Tisztelt ünneplők! A mai nap a szabadságról szól. Egy népről, amelyik 63 évvel ezelőtt megelégelte az elnyomást, és szól a városunkról, amelyik 29 éve szabadon lélegzik, nem tűri a gyűlölködést, és nem tűri, ha korlátok közé akarják szorítani. Bontsuk le együtt az önkormányzatiság ma még meglévő létező korlátait. Közös városvezetésre, igazi közös önkormányzásra hívom a szombathelyeket. Hiszek abban, hogyha együtt vezetjük a várost, együtt is vigyázunk rá. Értsük jól az elődök szavát, vigyázzunk egymásra, és vezessük együtt a jövőbe szeretett városunkat, Szombathelyt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hölgyeim és uraim, kérem önöket, hogy ünnepségünk végén énekeljük el közösen a szózatot.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megköszönni jelenlétüket és megtisztelő figyelmüket. Dr. Nemény András polgármester úr meghívását tolmácsolom. Fogadásra hívja önöket a Városháza aulájába, ahol dr. Ikovics György Szombathely volt polgármestere mond pohárköszöntőt. A szervező Agora Szombathelyi Kulturális Központ nevében is köszönöm, hogy eljöttek. További szép estét kívánok!